Szeretettel köszöntöm tudománynapi konferenciánknak a hallgatóságát. Konferenciánk címe egy Adi idézet, Konok határok. Ha elkezdjük olvasni a Bibliát, akkor mindjárt határokba ütközünk. Teremtő elválasztja a lenti meg a fönti vizeket, aztán a nappalt meg az éjszakát. Hogyha nem is azt kell mondani, hogy kezdetben volt a határ, de mindjárt a kezdet után a második lépésben jöttek a határok. És ha tovább olvassuk a Szentírást, és már a vége felé közeledünk, akkor olyanokba ütközünk, hogy meg kell jelennünk mindnyájunknak Krisztusi ítélőszék előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát már a vége is, az üdvtörténet vége is abba hajlik, hogy a jót és a gonoszt kell egymástól szigorúan elhatárolni. Erre különösen ezen a héten, az örök élet vasárnapja hetében lehet gondolni. Tehát azt látjuk, hogy a Biblia szövegei nagyon hajlanak a differenciálásra. Ezen azért nem lehet csodálkozni, mert ezek a bibliai szövegek két olyan kultúrkör találkozásán születtek, a zsidó és a görög gondolkodás határán, ahol mind a két kultúrkör előszeretettel differenciál. De az az érdekes a Szentírás szövegeiben, hogy nem csak differenciálnak, elhatárolják a dolgokat, hanem a határok között is elkezdődik a differenciálás. Jézus Krisztus ura a szombatnak, pedig a szombat milyen szépen ki van vágva, két vacsora csillag határolja el a hét többi részétől, de Jézus átlép ezen a határon. A magvető vígan szórja a magot, és az se zavarja, hogyha a mesdjére vagy a mesdjén túl hullnak egyes magok. Tehát a Szentírás arra is figyelmeztet minket, hogy a határokat is meg lehet kérdőjelezni, lehet kritikával kezelni, főleg akkor, hogyha ezek nagyon mesterségesek, mesterkéltek. Jézus azt mondja, hogy amit Isten egybeszerkesztett ember, azt el ne választa. Természetesen nem a határokra mondja, de akkor is ez egy nagyon jól hangzó mondat. És a mai témánk összefüggésében is fel lehet idézni. De a legszebb példát erre az ellen differenciálásra, a határok differenciálására Jézus és a kánaáni asszony beszélgetésében találjuk. Ketten már egyenesen diszkutálnak és disputálnak. Ugye mind a két szó arra utal, hogy élesen elválasztjuk egymástól a véleményeket. És ebben a vitában a kánaáni asszony megengedi, igen jó, a kutyáknak az asztal alatt van a helye, ne ugráljanak föl az asztalra, amint azt Cserháti professzor úr fifi kutyája tette valamikor előszeretettel a parókia étkezőjében. A kutyáknak az asztal alatt van a helye, de a morzsákhoz mégis van jussuk. Konok határok, mondja Adi, és ennek a mai napnak a témájában nem csak a határok lesznek és legyenek konokak, hanem mi is ugyanolyan konoksággal kérdezzünk rájuk, gondoljunk beléjük, ahogy Máté és Márk evangéliumában ezt a kánaáni asszony tette. Örülök, hogy a rossz idő ellenére ennyien jöttünk össze. Átadom a szót Kőszegi Miklós tanár úrnak, a mai nap moderátorának, innentől mindenki mást ő fog bemutatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egyetlen magyarázó megjegyzésen szeretném kezdeni.
ha önök az előadók között nem találnak teológust, akkor nem tévednek. Ez két ok miatt volt így. Egyrészt, hogyha szervezőre néznek, és ott se találnak teológust, akkor sem tévednek. Más szempont, más tekintetben azonban megpróbáltam, ha már így alakult, akkor direkt valami olyasmit szervezni, ami kicsit hasonlít az, amit én itt tanítok. Én itt bibliai héber nyelvet tanítok például, és nem hiszem, hogy bárki valaha úgy fog a tanítványaim között prédikálni, hogy és ekkor az Úr hifil participiumban a következőt mondta. Mégis úgy gondolom, hogy egy olyan tudásanyagot tudunk átadni a diákságnak, ami nem közvetlenül jelenhet meg a szószéken, de talán nyersanyagként mégis funkcionálhat arra felé. Ennek az egész délutánnak ez volt az alapkoncepciója, hogy hallgassuk meg, vagy hallgassák meg a teológusok, hogy mit mondanak egy bizonyos kérdéskörről azok, akik nem teológusok, és hát ha valamilyen szűrőn keresztül ez is hasznosulni fog. Az a gyanúm, hogy nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak, úgyhogy én már is átadnám a szót, illetve bemutatnám első előadónkat, Botos Máté urat. Annyira fontosnak tartottam ezt az alkalmat, hogy szokásomtól eltérően leírtam azt, hogy akarom őt bemutatni. Egyébként meg, hogy ez a többieknél is így lesz. Botos Máté történész, történelem francia régészet szakon szerzett diplomát, sokunk közös alma máterén az ELTE-n. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem politikatudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Kutatási területe a magyar és az egyetemes történelem a 19. és a 20. században, különös tekintettel a diplomácia történetre, a keresztény demokrácia történetére, valamint a történelem és a történelmi regény, mint műfaj kapcsolatrendszerére. 2009 és 2015 között a Pázmány bölcsészkarának dékánja, mint ilyen pedig a főnökön volt. Mai előadásában a határok közép-európai történeti szerepét vizsgálja meg. Azt hiszem, nem kell vázolnom, hogy mennyire súlyos, aktuális és mennyire feldolgozatlan kérdés ez a magyar történettudományban és a történelmi emlékezetben egyaránt. Gondoljunk csak többek között arra a közkeletű tévhitre, hogy 100 év elteltével a trianoni békeszerződés majd érvényét veszti és újra fogják tárgyalni az egészet. A bosnyáktéri piacra kimennénk, 10 emberből 8 úgy gondolná, hogy ez csak ugyan így van. Nyilván nem ezt fogjuk megcáfolni, mert árnyékokkal nem bokszolunk, de ezennel akkor felkérem Botos Máté tanárulat, hogy a Birodalom versus Nemzetállam Közép-Európában című előadását tartsa meg. Mielőtt megteszi, az előadások végén szeretném, ha kérdéseket föltennénk, vagyis amikor vége az előadás, akkor legkörülbelül 5 percünk lesz arra, hogy kérdezünk. Nem úgy lesz, mint néha szokott lenni, hogy a végén teszik az összes kérdést, mert akkor ilyen pódiumbeszélgetésbe kellene elmennünk, hanem utána szabad kérdezni, azt majd én próbálom valamilyen módon moderálni. Jó szórakozást kívánok!